Szervusztok, ez itt újra a Játékok a polcról, és a mai adásban újra Vintage G.I. Joe-val fogok foglalkozni. Ugye most már 5 hete volt a legutóbbi G.I. Joe-s videó, úgyhogy pont ideje, hogy egy kicsit ezzel a vonallal is foglalkozzak. Ma ismételten sofőrökkel, driverekkel, pilótákkal fogom folytatni. Talán egy picit gyengébb felhozatala, mint az idáigi epizódokban, de hát ugye minden figurával kell foglalkozni egy kicsit. Úgyhogy a mai adásban is 5 karaktert fogok megmutatni nektek. Többségében olyanokat, akiknek hát nem nagyon van felszerelése, vagy egyáltalán nem, vagy mondjuk csak egy. Ugye korábban már beszéltünk róla, hogy általában a járműveknél kevesebb felszerelést adtak a figurákhoz, de nem is igazán volt szükség rá, hogy túlzottan ellássák őket. Persze van példa az ellenkezőjére is, de nem az az általános. Tehát általában vagy egy felszerelés sem járt a járművek mellé adott figurákhoz. Kezdjük is rögtön. Ma igyekeztem egyébként úgy szelektálni, hogy úgy minden érából, mármint úgy az Arachérának a különböző pontjairól, tehát lesz 2 figura ma nagyjából az Arachéra elejéről, 2 úgy a közepéről vagy fénykorából, és 1 nagyjából a végéről. Úgyhogy hát kezdjük is. És az első karakter, akit ma mutatni szeretnék nektek, az Wild Bill, vagy hát magyar nevén Vad Bill. Ugye ő egy 83-as figura, tehát egy meglehetősen korán kiadott és alapkarakternek számító figura. Igazság szerint ő tényleg jelen van gyakorlatilag ugye a rajzfilm kezdete óta, illetve hát mivel hogy a Dragonfly helikoptert, aminek ő a pilótája, azt egészen sokáig forgalmazták, ezért ő azért így folyamatában is végig jelen volt gyakorlatilag az Arachérában, és ugye V2-es meg V3-as verziót is csináltak belőle később, úgyhogy tényleg mondhatjuk, hogy egy szinte mindenki által ismert alap G.I. Joe karakterről van szó. Na most ugye ő egy helikopterpilóta, mégpedig a Dragonfly XH-1 helikopternek a pilótája. Ez a helikopter szintén szerintem olyan, amit mindannyian ismertek. Gyakorlatilag ugye ez egy Bell Cobra helikopternek a másolata, és hát már amiről ugye másolták, ugye az a gép is rettenetesen jól néz ki, és hát ugyanez elmondható gyakorlatilag a G.I. Joe jármű változatáról. Szerintem nincs olyan gyűjtő, aki ne fogadna el egy Dragonflyt szívesen. Tehát egy elég népszerű, keresett frankó járgányról van szó, úgyhogy tényleg az, hogy Vad Bill ennek a járgánynak a sofőrje, az már csak habatortán. Tehát hogyha pilóta nélkül adták volna ki azt a gépet, az akkor is szenzációs lenne, de így, hogy adtak hozzá sofőrt, így meg még inkább. Na most ugye Vad Billnek láthatjátok a megjelenését, hogy hát igazából egy ilyen nagyon sztereotíp, ilyen cowboy jellegű helikopterpilótának a képét mutatja. Ugye ez azért erőteljesen ilyen vietnám sztereotípia, ugye hát az ilyen vietnámos filmekben gyakran látni, meg hát biztos a valóságban is úgy volt, hogy a helikopterpilóták gyakran mondjuk ilyen kicsit ilyen konfederációs jellegű cowboy kalapokba nyomták. Ugye főleg a 7. légiszállítású lovasezrednél láttunk ilyeneket, mármint a filmekben. Ugye ezt az alakulatot, ezt ugye szinte mindenki ismerheti tényleg a filmekből, az a klasszikus sárga pajzsos, feketével áthúzott és egy ilyen fekete lófejjel ellátott emblémájuk van. És hát ilyen sapkákban azért erőteljesen nyomták a pilóták, és így nagyjából ezt a zsánert próbálták a figurában megvalósítani, és hát teljes sikerrel. Úgyhogy hát láthatjátok, hogy Vad Billnek ugye van egy ilyen konfederációs jellegű cowboy kalapja, és hát egy ilyen erőteljesen vöröses beütésű haja, illetve bajusza, meg hát a pilótáknál elengedhetetlen napszemüvege. Ugye ő tényleg egy ilyen cowboy karakter,
a fálkárgyán is ugye őt William Hardynak hívják, is texasi születésű helikopterpilóta, és erre a texasi születésre azért rá is gyúrtak tisztességesen, mert a rajzfilmben is emlékezhetünk rá, hogy azért neki erőteljesen texasi akcentusa volt, és tényleg ilyen cowboy image-e annak ellenére, hogy pilóta volt, úgyhogy tényleg ez egy ilyen nagyon kerek karakter, tehát így minden főbb jellemzőjével bír egy ilyen cowboy kalapos helikopterpilótának, úgyhogy ebbe abszolút nem lehet belekötni. A figura maga az amúgy teljesen egyedi, tehát minden alkatrésze egyedi egy kivétellel. Egyedül a karja az, amit Steelernél is felhasználtak, de későbbiekben magának, ennek a figurának az alkatrészét aztán nem használták már, úgyhogy hát valamilyen szinten végül is egyedi. Szerepelt ugye, amint említettem, ő a rajzfilmben elég sokat szerepelt, gyakran használt karakter volt, azokban a részekben is, amit ugye Magyarországon is vetítettek. Ugye nálunk ugye általában Stolbuci volt a magyar hangja, és hát ő is próbált ezt a texasi akcentust ezt azért megvalósítani, hát annyira nem sikerült, kérem, de végül is a próbálkozást is értékelni kell. Egyébként a képregényben, a Marvel képregényben is elég sokat szerepelt, tényleg egy alapkarakternek számított a G.I. Joe-k életébe. És ugye a rajzfilmben ő nem csak helikoptert vezetett, hanem gyakorlatilag mindent, ami csak repül. Felszerelést ugye nem kapott, és hát láthatjátok, hogy a teste az azért meglehetősen sima, tehát egy ilyen kicsit ilyen kis mellénk és felső teste van, és hát még erre a cowboy sztereotípiára még rágyúrtak azzal, hogy két ilyen forgótáras jellegű pisztoly látszik az ő lábán. Ahint említettem, van belőle V2-es, V3-as verzió, ugye azok már 90-es évekbeliek, egyetlen alkatrészük sem egyezik ezzel a figurával, viszont a jellegük azért hasonló, de azok nem pilótaként, hanem single cardosként jöttek ki, de az is egy teljesen felismerhető vadbill, tehát igazából azokkal sincsen túl sok probléma. Természetesen vannak belőle nemzetközi változatok is. Van belőle ugye nyilván európai, mert a Dragonflyt kiadták Európában is. Van belőle indiai, hát az érdekesen néz ki, illetve van belőle japán is. Na most a japánnak az az érdekessége, hogy ott ugye ugyanúgy kiadták a Dragonfly helikoptert, de néhány dobozba valamilyen nem vadbill került. Arányaiban a legtöbb dobozban vadbill van, és ő is szerepel a csomagoláson, de néhány dobozban azt hiszem, hogy klatchot, meg talán még valakit is találtak már benne, úgyhogy ott előfordul ilyen érdekesség. Meglehetősen gyakori figura, és könnyen beszerezhető szerintem, ti akik néztek engem, nagy valószínűség szerint nektek is megvan a figura, relatíve tényleg olcsón, szinte bármikor meg lehet vásárolni. Itthon is gyakran felszokott bukkanni, és olyan 1000-1500 forint környékén, hát inkább olyan 1500 környékén azért általában meg lehet szerezni. Most itt az árazásról, ugye, hát már többen is mondtátok nekem, hogy hát miért nem mondok árakat. Hát az a helyzet, hogy azért nem akarok árakat mondani, ilyen konkrétakat, mint ennél. Most őnála ez egy konkrétan belőhető összeg, ez az 1500, mert pár hetente felszokott bukkanni egy vadbill 1500 környékén, tehát ennél egyszerű a helyzet. Viszont ugye főleg mostanában, amikor a magyar G.I. Joe piac úgymond kissé meg van kergülve, amúgy is magasan vannak az árak, és hát néhány esetben olyan figurák, amik amúgy nem annyira értékesek, mégis extrém áron kelnek el, ilyen helyzetben én nem szívesen mondok árat. Mégpedig azért nem, mert biztos vagyok benne, hogyha mondani valamire egy konkrét árat, hogy mondjuk ez 3500, akkor tuti fix, hogy legalább 6 ember lenne, aki a következő napon, de lehet, hogy még aznap, 37 darab IBS linkel, vagy vaterás linkel megbombázna, hogy hát de itt 200 forinttal olcsóbb, vagy itt 48 forinttal drágább, és igazából én ezt nem szeretném, tehát most én erre nem akarok alapot adni. Igazság szerint az szerintem bőven elég, hogy a figurák egymáshoz viszonyított értékét úgy nagyjából elmondom, hogy alacsony árú, vagy közepes árú, vagy ilyesmi, és akkor abban nagyjából lehet következtetni, tehát hogyha ez egy relatíve alacsonyabb áru figura, ez az 1500 forint környéke, akkor gondolhatjátok, hogy mit jelent mondjuk a közepes, meg a magas ár is. Úgyhogy ezért nem mondok árakat, srácok, tudom, hogy néhányatoknak ez hiányzik a műsorból,
Ami ilyen konkrét eset annál, majd igyekszek árat mondani. Őnála olyan 1500. A második mai karakter a Scatter, aki szintén egy klasszikus szereplő, bár talán nem annyira, mint a Vad Bill. Ő 84-es, tehát egy évvel később született, és ő a Hovercraft, Vale Hovercraft nevezetű bazinagy légpárnás hajónak a sofőrje. Ugye ő is rengeteget szerepelt a rajzfilmben is, meg a képregényben, meg úgy mindenhol, de talán azért annyit nem, mint Vad Bill, tehát kevésbé használták, viszont azért ő is szerintem megmaradt mindenkiben, mert hát egy meglehetősen egyedi szereplőről van szó. Ugye láthatjátok, hogy van egy ilyen meglehetősen általános ilyen parti őrség jellegű külseje, és hát igazság szerint a Firecard ettől nem nagyon mozdul el, tehát ő ténylegesen ilyen parti őrségnél szolgáló emberke, akit egyébként Skip Stone-nak hívnak, és hát az egyetlen viccesebb dolog a Firecardján az, hogy ő volt az Annapolis-i női úszócsapatnak a kapitánya. Én nem tudom, hogy a hamáikhol hogy találtak ki néha ilyen bődületes baromságokat a figurák sztoriához, de minden esetre néha jókat lehet rajta röhögni. Amint látható, van a figurának egy remek arca. Egy ilyen Boston, hát azt hiszem, hogy ez egy Red Sox-os baseball sapka, és hát van neki egy ilyen bajuszmanci arca. És a vonásai azok annyira egyediek, annyira jól megkülönböztethető más figuráktól, hogy én nekem van egy olyan sejtésem, hogy ez biztos valós emberről mintázták, lehet, hogy stikában, lehet, hogy nem, mert annyira élő az arca, annyira realisztikus, hogy szerintem ez biztos így történt, de erre semmi bizonyítékom nincsen, ez csak tipp. A felső testén ugye látható egy ilyen, hát szintén parti őrséges jellegű ing, és akkor azon egy ilyen mentőmellény, ugye hát ez a mentőmellény ez nem levehető, tehát ez a testnek a része, a lába pedig hát egy ilyen sima kék, az igazából semmi extra. Ő sem kapott kiegészítőt, de hát igazából milyen kiegészítőt is kellett volna kapnia, amikor egy ilyen remek járműhöz járt, mint a Vale, ami hát szintén szerintem nagyon-nagyon sok gyereknek a gyerekkori álma volt, meg szerintem sok gyűjtőnek ma is az álma az a járgány. Ugye tényleg egy ilyen nagy, mindenféle fegyverrel ellátott légpárnás hajóról van szó, aminek hát nagyon egyedi a kinézete, tehát így millió közül föl lehet ismerni. Gyerekkoromban én nem találkoztam azzal a járművel, csak ilyen kihajtogatható katalógusban, és hát nagyon tetszett nekem is, tehát főleg azt, hogy így a hordót így le lehet ficcenteni, meg ilyenek, tehát tetszett, hogy olyan sok rakéta kilövő van rajta, meg ilyenek, úgyhogy az azért egy impozáns járgány. Felszerelést ugye hát, amint mondtam, nem adtak hozzá, minden eleme új, más figurához sem használták föl az elemeit, tehát teljesen egyediről van szó. V2-es és V3-as verzió viszont van belőle szintén a 90-es évekből, ott már egy kicsit azért eltávolodtak ettől a haditengerészeti jellegtől, vagy partiőrség jellegtől, ott Cutter a Def subteamben szerepelt, illetve utána azt hiszem abban a Dino vadászos subteamben is, úgyhogy a második verziója az azt hiszem, hogy Dino vadászos, de nem vagyok benne biztos. Úgyhogy ott már nem ilyen hajós karakter volt ő, de ott is felismerhető, tehát hasonló az arca, meg ugyanígy sapka van rajta, tehát rá lehet jönni, hogy az is Cutter. Vannak belőle nemzetközi változatok is természetesen, mert a Vale-t azt kiadták Európában is, Kanadában is, és kiadták egyébként Mexikóban is, de ott az az érdekesség, hogy Cuttert nem adták a jármű mellé, tehát ott csak a jármű volt a csomagban. A figura az szintén gyakori, relatíve gyakori, bár általában tök törötten szokott felbukkanni az aukciós portálokon, és őt is azért relatíve olcsón meg lehet szerezni. Talán a Vad Billnél egy kicsit többbe szokott kerülni, hogyha nem törött, de nem olyan lényegesen, tehát se nem ritka, se nem drága figura, és sok szokott belőle lenni, tehát nem ő fordul elő a leggyakrabban, de azért nem okoz gondot, hogyha valaki szeretne venni egy Cuttert, és én gondolom, hogy a gyűjteményetekben szerintem nagy számban fordul elő, úgyhogy tényleg nem egy ritkaság. Ahogy a harmadik figura sem, aki Skidmark 1988-ból.
ugye itt ugrottunk egy kicsit, ez már egy ilyen középidős figura. Ő a nagyon-nagyon jól sikerült Desert Fox nevű hatkerekű jeepnek a sofőrje, és hát ugye itt személyes érintettségem is van, ugye nekem a Desert Fox az egyik kedvenc járművem, még pedig ugye azért, mert gyerekkoromban nekem ugye megvolt, és hát vagy az első, vagy a második járgányom volt gyerekkoromban, ezt nem tudom megmondani, hogy az volt előbb, vagy a Cobra Jetpack, 100%-osan nem tudok visszaemlékezni, mert nagyjából egy időben kaptam őket. De imádtam a Desert Foxot, az nekem egy ilyen központi járgány volt, tehát az mindig a csatának a hevében mindig részt vett, és éppen ezért ugye hát elég viseltesen élte meg a 2000-es éveket, tehát ilyen törött tengely, meg letört antenna, hát a szokásos törött rakétabak, tehát a szokásos betegségei a Desert Foxnak azok nálam is megvoltak, úgyhogy én azt sajnos eladtam alkatrésznek, de azóta is tervezem, hogy be akarom szerezni kompletten azt a járgányt is, hogyha majd beszereztem, mert biztos, hogy befogom, akkor majd lesz arról is persze külön videó. Na ennek a nagyon-nagyon szupi járgánynak a nem annyira szupi sofőrje, ugye Skidmark, ő egy kicsit azért egy lesajnáltabb karakter, tehát ugye szoktak lenni ilyen listák külföldi oldalakon, hogy a legjellegtelenebb, vagy legfeleslegesebb GI Joe-k, meg ilyesmi, és azokon a listákon azért elő-elő szokott fordulni Skidmark. Én nem mondom, hogy ő egy nagyon-nagyon jó figura, vagy nagyon impozáns, mert nem, de azért annyira talán nem is rossz. Az, ami itt negatív irányba viheti el a dolgot, az szerintem a színezés. Látható, hogy van egy tök jó feje, legalábbis szerintem egész vagány. A felső teste az nagyon-nagyon szépen kidolgozott, tehát látható rajta pisztolytáska, kés, töltény, minden, amit akarsz. Ez ugye szintén narancssárga, és zöld a karja. Tehát olyan, mintha egy ilyen mellényt ugye fölhúzott volna egy zöld pulcsira. Ez már azért véleményesebb, mert ez a zöld a narancssárgával annyira nem megy. És a tetejében még ugye egy ilyen világos narancssárga gatyót rávágtak. Ezek a színek valóban nem harmonizálnak, tehát... Én megértem, hogyha valaki nem kedveli ezt a figurát. Ami még az érdekes, és ezen gyerekkoromban is mindig gondolkoztam, hogy itt a lábán van egy ilyen mini puska szerűség, ugye hát magába a lábába beépítve, ami hát mennyire értelmetlen már. Tehát ugye olyan, mintha egy ilyen lekicsinyített puska lenne, rendben van, még a keze méretéhez oké, még megy, de hát minek erre tus? Tehát ennyire mini puskának semmi értelme nincsen, hát azt már pisztolynak hívják, arra meg nem kell ugye ilyen pici tus, tehát azt sehova nem rakja, hogy lővel így, tehát ez baromság, na mindegy. Felszerelése ugye ennek a figurának sincsen, minden eleme új, és az ő elemeit sem használták föl semmire, ráadásul V2-es verzió sincsen belőle, tehát ő egy meglehetősen tényleg ilyen egylövetű karakter, akit egyébként Cyril Kolombiáninak hívnak, és a fájkárgya alapján is egy sima sofőr, tehát tényleg semmi izgalmat nem tartogat. Vannak belőle azért nemzetközi változatok, európai változat, ugye nekem is, hogyha jól emlékszem, az volt meg, illetve van belőle indiai is, nem Skidmarkból, hanem a Desert Foxból, ott ilyen csoki barna színbe kiadták a Desert Foxot, de ahhoz nem adták Skidmarkot. Kanadában adták még, de hát ugye Kanadában mindent kiadtak, amit Amerikában is majdnem teljesen ugyanúgy, tehát most az, hogy valamiből van kanadai változat, azt igazából mondanom sem kéne. Ő is egy nagyon olcsó kategóriájú figura, gyakran felszokott bukkanni, nem éppen a gyűjtőknek az álma, tehát általában azért megszokott lenni ő is mindenkinek, úgyhogy tényleg ő is az alsó mesdjéje a G.I. Joe gyűjtésnek, tehát egyáltalán nem különleges, de mondom, hát minden figurának jár azért az 5 perc rivalda fény. A negyedik karakternek is, aki ugye Windmill, a szélmalom ember, hát és ez azért érdekes. Tehát ha a Skidmark rossz, akkor Windmill nem tudom, hogy micsoda. Tehát én nálam ő sokkal lejjebb esik a ranglétrán. Ő a Skystorm X-Wing Choppernek a pilótája. Ő egy helikopterpilóta, akit Edward Rothnak hívnak. És hát ebben a figurában bizonyos szempontból minden rossz, még a jármű is. A jármű is olyan, mintha ugye nem tudták volna eldönteni, hogy most helikoptert vagy vadászrepülőgépet csináljanak, úgyhogy ötvözték a kettőt,
de igazából a helikopter propeller is ilyen tömzsi, tehát az egész valahogy olyan nem néz ki jól, tehát legalábbis nekem nem tetszik. Tudom egyébként, hogy voltak ilyen kísérleti repülőgépek, amiről valószínűleg ezt mintázták, úgyhogy gondolom, hogy itt az alap volt rossz, amiről elindultak, de attól függetlenül szerintem az a jármű az nem működik. És nem működik a pilótája sem, aki hát igazából semmi nem tetszik rajta, tehát nyugodtan mondhatjuk. A feje kicsit ilyen Ghost Rider-t idézi, egy ilyen sima sisakos fej, semmi extra. Fekete sisakkal, ez meg idáig amúgy rendben is lenne. És akkor hát a teste egy ilyen, hát UV-zöld piros kombinációjú pilóta kabát, ami hát nem túl ízléses. Ugye ő egy 89-es figura, tehát azért ekkoriban már használtak erős színeket a G.I. Joe-knál bőven, de hát nem minden esetben kellett volna, tehát ez, hogyha kap egy sima barna kabátot, akkor lehet, hogy sokkal jobban néz ki. És ugye a lába is ilyen nagyon szolid UV-narancssárga, tehát meglehetősen ízlés, ficamos kis karakter. Ugye ő kapott kiegészítőt, amint látjátok, mégpedig hát egy bazinagy, ilyen 357-es magnum-szerű mordájt, ami szintén marhára nem illik a pilótához. Tehát ezt így próbálom elképzelni, hogy ezt így milyen helyzetben tudja használni egy pilóta ezt a bazinagy forgótáras pisztolyt. Így mondjuk lezuhan a Skystorm-mal, és akkor így előveszi a kesztyűtartóból, így előhúzza, azért, mint a Joker a Batman 1-be, tehát nem tudom, ráadásul ugye ez csak azt hiszem 6 vagy 8 lövetű, tehát nem túl érdekes, vagy nem túl életszerű. Igazából valami kis fegyvert kellett volna kapnia, egy pisztolyt, vagy kisgép pisztolyt. Ugye hát a pilótáknál azt hiszem, hogy az MP5-ös volt erre rendszeresítve, tehát valami kisebb gépityú járt volna hozzá, az úgy illett volna, de ez a mordály, ez igazából semmiféleképpen. Nincsenek belőle V2-es, V3-as, stb. Verziók, nem is volt rá igazából szükség. Nemzetközi az viszont van. Ugye hát természetesen kanadai, európai, meg a szokásosak, és ugye van belőle egy indiai, ami hát nekem nagy kedvencem, de az ilyen haha faktora nagy benne igazából. Ugye volt ugye annak idején egy cikkem a legviccesebb indiai fanschool hátlapokról, és ott hát előkelő helyen szerepelt ez a windmill, mert hogy Indiában ugye őt nem pilótaként adták ki, hanem single cardosként. Na most, hogyha már single cardos, akkor kellett rittyenteni valami hátlap grafikát, meg kellett rittyenteni hozzá valami plusz kiegészítőt. Na most ők ezt a windmill dolgot, ezt a szélmalom dolgot, ezt ők szó szerint értelmezték, úgyhogy az indiaiak készítettek neki egy olyan ilyen antennás hátizsákot, aminek a tetején egy ilyen szélforgó van, és hát valami botrány, tehát azt így nem értem azt a kiegészítőt, hogy azt egyszerűen hogy és miért találták ki, vagy mire tudná használni egyáltalán bármelyik karakter. Miért rakna egy ilyen szélforgót basszusa a hátizsákjára, áramot termel, vagy nem tudom, tehát az úgy vicces. De ami a még viccesebb, az, hogy ugye ezt lerajzolták hátlapgrafikára is, és az valami gyöngyszem. Tehát ott a karakternek az arc kifejezése, a hátán lévő pörgő szélmalom, és az úgy az egész, az úgy egy ilyen komikába illő. Sok más indiai hátlappal egyetemben, de nekem tényleg az az egyik kedvencem. Windmill sem egy drága figura, nem megszerezhetetlen. Talán Vadbillnél meg Skidmarknál azért többbe szokott kerülni a pisztoly miatt, de hát azt azért nem mondhatnám, hogy valami fene módon keresett lenne. Nem tartozik ő sem a kedvenc figuráim közé, de szerintem másoknak se. Tehát ő nem a legsikerültebb G.I. Joe, ami létezik. Na és akkor a mai ötödik az talán ma a legizgalmasabb karakter, az végre egy kobra. A Night Vulture 1991-ből, ugye hát éjszakai kesejű, aki hát voltak éppen igen, ő is pilóta, de egy meglehetősen érdekes szerkezetet vezet, hogyha így tetszik. 91-ben jött ki egy olyan érdekes csomag gyakorlatilag a G.I. Joe-nál, az úgynevezett Air Commandos subteamben, ami hát ilyen glidereket tartalmazott. Na most glider korábban is volt már a G.I. Joe történetében, a glider az ugye ilyen siklórepülő,
Viszont ebben az esetben a glider az kartóra csomagolva, blisterben foglalt helyet, és járt mellé ugye a figura. A másik fele, hogy itt a glider egy ilyen fóliaszerű műanyagból volt. Tehát ez a klasszikus értelembe véve nem igazi G.I. Joe jármű, inkább valami átmenet a jármű, meg a kiegészítő között. Tehát inkább ez egy ilyen fél jármű, aminek be lehet számolni. Úgy tudom, hogy lehetett ugye így dobálni, meg siklott, meg ilyesmi, tehát egy ilyen érdekes koncepció volt ez az Air Commandos. És hát ennek a keretein belül ugye adtak ki Cobra és G.I. Joe glidereket is. A Night Vulture az ugye nyilván a Cobra glidert vezette. Ő egy kicsikét ritkább figura, nem kicsit, tehát ő jóval ritkább figura, mint amiket ma mutogattam. Jóval kevesebb van belőle, és éppen ezért az ára is azért jóval magasabb szokott lenni. Hát nem mondom azt, hogy olyan fene különleges darab, de azért egy kicsit tényleg ritkább. Nem tudom, én nem láttam másoknál, bár nem nagyon szoktam mások gyűjteményeit nézegetni, de másnál nem láttam, hogy lenne Magyarországon Night Vulture. Biztos van, tehát félreértés ne essék, én nem akarom sose eladni magamat úgy, hogy én lennék a hú de legnagyobb G.I. Joe gyűjtő Magyarországon, mert nem. Tehát maximum egy közepes G.I. Joe gyűjtő vagyok. Nálam sokkal-sokkal nagyobb, keményebb, nagyobb példányszámmal bíró és különlegességekkel bíró G.I. Joe gyűjtők vannak Magyarországon. Nem egy, nem kettő, nem öt. Úgyhogy amikor én azt mondom, hogy hú, ez különlegesség, és nem láttam másnál, az azt jelenti, hogy nem láttam másnál, de attól függetlenül valószínű, hogy van, mert vannak olyan gyűjtők, akiknek sokkal jobb cuccaik vannak, mint nekem. Na, zárójel bezárva. Szóval ez a Night Vulture, ez érdekes, ugye én nagyon kedvelem a lila figurákat, ez a szín, ez ebben az esetben is tetszik, ugye itt némi narancssárgával van kombinálva, viszont a feje az ilyen fekete arcmaszkos, kicsit ilyen negatív fantomasz, tehát látszanak az arcvonásai. És akkor erre van egy ilyen lilás színű pilóta szemüvege. Szerintem jól néz ki ez a figura, tehát úgy vonza a szemet, meg úgy észre lehet venni a vitrínben a többi között. Természetesen verzió belőle nincsenek, tehát ő már egy későbbi, késői figura. Most azt hiszem pár éve, vagy tavaly, vagy valamikor kiadtak belőle egy modern változatot, de ugye azokkal nem szoktam foglalkozni, abszolút. Nemzetközi változatok, hát gondolom a szokásos európai az biztos, hogy van belőle, nem ellenőriztem ezt le, mert ugye általában ezeket ugye Európában is kiadták, meg egyébként én emlékszem is rá, ugye szintén ilyen kihajtogatható katalógusban, ugye a 90-es évekbeli kihajtogatható katalógusban, ami szerintem nagyon sokatoknál megvolt, meg megvan. Ugye abban én nézegettem ugye gyerekkoromban ezeket a glidereket, és nekem ott ez a Night Vulture már akkor is tetszett, mert a gliderének is Franco a mintázata egyébként, tehát az is jól néz ki ahhoz képest, hogy ilyen fólia szerűségből van. Úgyhogy ez nem rossz kis figura. Ugye ő hozzá lenne egy kiegészítő, egy nyílpuska, egy ilyen lila nyílpuska, amit föl lehet a kezére pattintani. Ez nem ugyanaz, mint amit a Scarletthez adtak, tehát egy kicsikét más, és hát az sem szokott annyira gyakori lenni. Na most ugye mondom, ő egy kicsit magasabb árfekvésű figura, kompletten olyan 8 környékéről indul kb. Így felszerelés nélkül meg szerintem egy olyan 5-öt biztos lehetne érte kapni kb. Tehát azért egy kicsit erősebb árazású figura, de azért nem a megfizethetetlen, meg nem az extrém ritkaságok közé esik. És hát én örülök, hogy nekem ő megvan, mert kedvelem ezt a figurát, meg úgy. Amikor úgy benézek a vitrínbe, úgy jártomban, keltemben, akkor úgy megszokott rajta akadni a szemem, és ez tök jó. Mert például a Skidmarkon, meg a Windmillen a büdös életben, nem? Ezt most is 10 percet kellett kerestem a vitrínben, mert megtaláltam őket. No, hát szerintem mára ennyi. Most belefértem a fél órába, juppié. Köszönöm, hogy velem voltatok ma is. Hogyha tetszett, akkor mindenképpen lájkoljátok a videót, iratkozzatok fel a YouTube csatornára, lájkoljátok a Játékok a polcon a Facebook oldalt, és olvasgassátok a blogot, ahol azért G.I. Joe-s dolgokról is szoktam írni, hát olyan heti egyszer biztos. Jövő héten természetesen ugyanekkor, ugyanitt találkozhattok velem, és akkor Lego Star Wars lesz a téma, mégpedig szerintem a Hot Wampa Cave készletet fogom bemutatni. Remélem, hogy akkor is itt lesztek velem.
Köszönöm szépen, mindenkinek jó hétvégét, szép estét, sziasztok!